Szeretném felkérni Szűcs Lászlót, a program alapítóját és az Orvosi Turizmus Iroda ZRT elnök vezérigazgatóját, hogy mutassa be önöknek a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programot. Tisztelt miniszterelnök úr, miniszter úr, államtitkárasszony, tisztelt professzorok, hölgyeim és uraim! Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt ugyanezen a helyszínen mutattuk be azt a vázat, ami mára a Nemzetgazdasági és Nemzeti Fejlesztési Tárcák szakmai támogatásával országosan összesen 20 alkalommal több mint 200 fő részvételével megtartott konzultációs sorozat során a fogorvosi terület szakemberével, kereskedőkkel, fogtechnikák képviselőivel történt eszmecsere útján konkrét cselekvési tervé, programmá formálódott. 2010. februárjában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarán által rendezett gazdasági évnyitón miniszterelnök úr, akkor még miniszterelnök jelöltként üzletet ajánlott a vállalkozóknak. Üzletet, mely egy esetleges választási sikert követően egy gazdasági fejlődést támogató állam és az ipari, kereskedői, szolgáltató szektor vállalkozói között születhet. Ezen a rendezvényen miniszterelnök úr kiemelte, hogy hisz abban, hogy a magyar vállalkozók talpra esettsége, a magyarok találékonysága és a magyar vállalkozások innovációs készsége egy cselekvő állammal közösen a legnagyobb bajból is kiutat talál, kiutat mutat az egész társadalomnak. És hogy legyen ennek üzleti alapja, vagyis legyen érezhető a garancia, legyen egyértelmű a vállalás, tulajdonképpen szerződéses kötelezettséget vállalt. Szerződés született egy gazdasági fejlesztésben elkötelezett kormányfőjelölt és a magyar gazdasági vállalkozói szektort képviselő kamara között. Szerződés született egy sikeres, közös jövőért. Mi is ebből az egyértelműen közös, a mindenkinek jó üzlet gondolatából indultunk ki akkor, amikor a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program alapvetéseit, téziseit összegeztük. Mi úgy hisszük, van olyan üzlet, amivel mindenki jól jár, a vállalkozói oldal épp úgy, mint az állami szektor, mert az a jó üzlet, ahol a partnerek tisztelik egymást, ahol tisztelik az üzletet magát, az adott szó szentségét. Mi így gondolkodhatunk. Ez a klasszikus keresleten és kínálaton alapuló speciális egészségturisztikai szektor, a magyar fogászati turizmus bizonyítottan jól működött az elmúlt 10-15 évben, hiszen mikro- és kisvállalkozások Európa piacvezetőjévé tették a magyar fogászati turizmust célzottan állami támogatás vagy támogató államigazgatás nélkül. Ebben az ágazatban 2008-ra elképesztő paradigmaváltást élhettünk meg, alig 5 évvel a fapados légitársaságok megjelenése után egy európai fogászati turisztikai központ formálódott Magyarországon, és az európai piac arányait tekintve itt találkozott legtöbbet a kereslet az egyre magasabb szolgáltatási színvonalú kínálattal, és Magyarország piaci részesedése Európában megközelítette a 40%-ot. A szolgáltatás nyújtáshoz az a közel 400 rendelő, aki külföldi pácienssel foglalkozik, ingatlan és technológiai beruházást végzett önerőből, ez eszközértéken majd 20 milliárd forint, és marketing beruházásként további 5 milliárd forintot is investáltak. Ha ezt hozzáadjuk az állami képzésből bekerülő közel 2000 fogorvos, fogászati asszisztens képzési költségét és a működéséhez szükséges magánerős felnőtt képzés árát, akkor mindösszesen minimum 55-60 milliárd került eddig befektetésre. Ez a terület 2007-re a közben megerősödött európai versenytársak árlenyomó piaci viszonyainak együttes hatása mellett azonban szolgáltató oldali létszámát tekintve is telítődni látszott, miközben már a közvetett statisztikai adatok szerint évi 80 000 fogászati turistát látott el. Ezekben az években 80-90 milliárd összbevételt termelt, amiből az orvosi szolgáltatások ellenértéke évente hozzávetőlegesen 70 milliárd forint volt, de ennek negyedét, harmadát a beteg közvetítők lefölözték. Azért persze jól ment, mindenki fejlesztett, hitelt vett fel, jött a beteg. Megállapítható és látható volt azonban, hogy a romló külpiaci és belpiaci hatások mellett az önszabályozó mechanizmussal formálódott szektor komoly stratégiai hiányosságokkal bír. Nem volt összefogás, egységes kereskedelempolitika, sem marketingkommunikáció, sem minőségbiztosítás, és sorolhatnám. Ehhez jött még hozzá, hogy a globális változásokat, a hitelválságot önerőből feldolgozni képtelen, de alapvetően is bizonyítottan jól működő szektortól még mindig távol maradt a magyar állam. Ezért mára veszélybe került az elmúlt években axiomaként emlegetett állítás, hogy Magyarország Európa fogászati turizmus központja. A kérdés tehát az, hogy van-e erre a helyzetre gyógymód. A mi válaszunk az, hogy igen, van, és ez a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program. A Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program olyan modulárisan felépített, dinamikus gazdaságfejlesztési és egészségturisztikai modell, melynek célja Magyarország európai piacvezető szerepének megőrzése és a versenyképesség fenntarthatóságának biztosítása a fogászati turizmus területén. A modell multiplikátor hatása nem csak a közvetlen orvosi szolgáltatásokra vonatkozóan, hanem az addicionális területeket tekintve is fenntartható növekedés biztosít a program működtetésében, működésében résztvevő partnerek számára. A program átfogóan optimalizálja az egyes részterületek erőforrásait, eszközeit és kutatással, fejlesztéssel, innovációval, továbbfejlesztett folyamatmenedzseri elvekkel, módszerekkel irányítva összességében az ágazat egészének a versenyképességek javulását teszi lehetővé mind a nemzetközi, mind a hazai keretek között. Ahhoz, hogy a megoldásig eljussunk azonban, szakértő csapatnak diagnosztizálni kellett a problémákat, és az én feladatom ezen belül az ágazati sajátosságok felmérése és az adott probléma nagyságának függvényében a lehető leggazdaságosabb és optimális megoldás kidolgozása volt. Nézzük, melyek voltak azok az okok, amelyek nehéz helyzetbe hozták ennek az ágazatnak a szolgáltatóit. Az általános működési elvek és adminisztratív sztenderdek hiánya, egységes minőségbiztosítási irányelvek hiánya, közös marketing alapra helyezett marketing, kommunikációs és értékesítési politika hiánya, az individuális határokon túli, már közösségi, ágazati érdekképviselet hiánya, a betegközvetítői jutalékszintek eltúlzott mértéke és az általában vett összefogás hiánya. Ezek a problémagócok azonban egyetlen egy esetben sem fogorvos szakmai vagy orvostudományi problémákat mutattak. Nem a szűken vett fogorvosi szakmával van a probléma, hanem ahogyan az egyik konzultáción önök megfogalmazták, az 5:1-ben magyar recept szerint önök mindent csinálnak, mert mindent csinálniuk kell. Fogorvosok, marketingesek, értékesítők, adminisztrátorok, praxismenedzserek egyben. A gond tehát egyszerre van a praxisban és a praxison kívül. Egy világhírű magyar tudós azonban egyszer megfogalmazta, hogy két paradoxon jobb, mint egy, hiszen legalább egy megoldást is sugallhatnak. A mi elképzelésünk szerint olyan programra van szükség, amely egyszerre veszi célba az eltorzult piaci helyzetet létrehozó, piacba beékelődött közvetítői oldalt, akik tulajdonképpen kényszerműködésbe sodorhatják a vállalkozásokat, a szigorúan vett fogorvosi szakmát és a szakmai működési színvonalat veszélyeztető szakbarbárokat, hiszen a pácienseknek kell egy szolgáltatási biztonság, egy szolgáltatási garancia, ez az értékesítési politikai egyik legfontosabb eleme, és egyidejűleg segítjük a gyorsütemű, de felelősen fenntartható növekedés beindulását is. Hogyan érhetjük ezt el? Mit kell tennünk a cél eléréséhez? És mi a cselekvési tervünk 12 pontja? Elsőként átfogó piackutatást kell szerveznünk, hiszen ilyen a világon még sehol nem készült a fogászati turizmusról és annak közvetlen hatásairól. Következőleg működési sztenderdek kialakítása szükséges a rendelő turizmus különböző ágai és a páciens tengelyen a rendelők méretének figyelembevételével. Akkreditációs struktúra kialakítása az egészségügyi tárcával és az EMK-vel együttműködve. A fentiekre alapozott garanciarendszer megteremtése pácienseknek, partnereknek egyaránt. A jelenlegi bruttó fogszagorvosi bevételt terhelő véleményünk szerint nonsens mértékű, már 25-30%-ra nőtt betegközvetítői jutalékszintek piaci eszközökkel történő letörése. Ezért 8-10 nyugat-európai országban 25-30 irodával létrehozunk egy piacszervező érdekképviseleti hálózatot, és tulajdonképpen ez a közvetlen értékesítés az Orvosi Turizmus Iroda egyik fő feladata. Az így keletkezett bevételből azonnali, átlátható piac és szolgáltatásfejlesztés, működési folyamat optimalizálás indulhat, és az így felszabaduló pénztömeg hatékonyabb felhasználása valósulhat meg.